Az Agrárium 2019 konferencián a Kecskeméti Four Points by Sheraton Hotelben a legfontosabb idei agrártámogatási, jogszabályi és agrárpiaci változásokat vették napirendre. Az egyik sokakat érintő kérdés a szeptemberben életbe lépett Európai Uniós rendelet, amely újra szabta az állattenyésztés kereteit. Nyilván ennek megfelelően Magyarországnak is alkalmazkodnia kell ezekhez az igazgatási szabályokhoz. Emellett természetesen kiemelt fontosságú Magyarországon mindig is az volt az állattenyésztés, hiszen az élőállattartás nagyon komoly árbevételt is jelent, illetve az élelmiszeripari alapanyag termelésnek egy kiemelkedően fontos szektora. Az új rendeletről tudható volt, hogy sok változást hoz a tenyésztés szervezésében. Az állami szerepvállalás helyett a tenyésztő szervezetekre kerül a hangsúly. Az Agrárium 2019 konferenciát Kecskeméten a Portfólió gazdasági portál szervezte meg, hogy gyakorlatban is jó hasznosítható, aktuális információkat nyújtson az Agrárium valamennyi szereplője számára. Vannak olyan kérdések, amelyeket érdemes alaposan átbeszélni. A valamennyi szereplő, az ágazat valamennyi szereplőjével megosztani az információt, illetve a véleményeket kicserélni, hiszen a végrehajtás hosszú távon fogja befolyásolni a különböző fajták, különböző fajok tenyésztési irányai, tenyésztési céljait. A konferencia kiemelten foglalkozik azzal, mit hozhat a magyar állattenyésztők számára a most készülő új hazai állattenyésztési törvényi szabályozás, illetve milyen árviszonyokra, új termékekre és trendekre számíthatnak a takarmánypiacon. Az Állattenyésztés új alapokon című szekció beszélgetésen Tarpataki Tamás, agrárpiacért felelős helyettes államtitkár elmondta, egyelőre nem lehet tudni, mikorra készül el az EU állattenyésztési rendeletével harmonizáló magyar törvény.